Tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kinyilvánította, miszerint február 15-től elveszik annak a védettségi igazolványát, aki nem oltatta be magát háromszor, illetve akinek a második oltás után eltelt 6 hónap. Ez számokban azt jelenti, hogy a közel 7 millió védettségkártyával rendelkező egyén közül most csak nem 3 millió fogja elveszíteni a védettségkártyáját, és oltottként is az oltatlanok táborát fogja erősíteni, ugyanis a kormány ezzel egyértelműsítette, hogy nincs oltott és oltatlan, csak az minősül oltottnak, aki elfogadja az újra és újra ráerőltetett játékszabályait, amit a Covid diktatúra kapcsán vezetnek be. A Mi Hazánk mozgalom viszont egyetlen politikai pártként és erőként nem hajlandó elfogadni ezeket a játékszabályokat, úgy, ahogy a kötelező oltások jellegét sem, illetve a gyermekek oltását sem, illetve semmilyen lezárásnak nem vagyunk a hívei, ugyanis az a gazdaságot olyan mértékben tette tönkre az elmúlt 2 évben, ami az államadóság jelentős megnövekedéséhez vezetett, az mellett, hogy rengeteg szegmensnek a képviselői mentek végleg, vagy akár átmenetileg tönkre. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom vidéken és a fővárosban is tüntetés sorozatokat indított, melyen több ezer honfitársunk vett részt, és most hétvégén is azért fogunk tüntetni az Alkotmány utcában, hogy minél több embert tudjunk megszólítani, és minél több embernek juttassuk el azt az üzenetet, miszerint egyedüli pártként kiállunk az oltatlanok mellett, és nem engedjük azt, hogy a kormány újra és újra megpróbálja őket zsarolással és kényszerítéssel arra rákényszeríteni, hogy egy következő adag vakcinát vegyen fel, ugyanis ez mára nyilvánvaló, hogy nem a védettség megszerzése, hanem a vakcina felvétele a cél. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért azt szeretné, hogyha a kormány hiteles tájékoztatást adna az embereknek ahelyett, hogy kényszerítéssel és zsarolással megpróbálja őket egy irányba terelni. Ezt mi nem tűrhetjük, ezt mi nem fogjuk hagyni, és remélhetőleg tavasszal, amikor meghatározó politikai erővé fogunk válni a magyar parlamentben, akkor olyan formán is véget fogunk vetni, ami a törvényhozásban fogja ezt örökre szabályozni, hogy ne lehessen hasonló dolgokat továbbra is ráerültetni a magyar emberekre. Köszönöm szépen a figyelmet!